években is érvényesített költségvetési takarékosság együttesen biztosítják, hogy az államháztartás hiánya 2011-től kezdve még óvatos makrogazdasági feltételezésekből kiindulva is a GDP 3%-a alatt maradjon. A gazdasági és pénzügyi válságnak az Európai Unióban és a világban még nincs vége. A gazdaságban jelentős kockázatok, bizonytalanságok és egyensúlytalanságok vannak. Ezért nyúl hozzá a költségvetéshez, és zárója végleg a stabilitási tartalékot a kormány. A tartalékot már eredetileg is azzal a céllal hozta létre a kormány, hogy megvédje Magyarországot az előre nem látható gazdasági eseményektől. Az európai gazdaságban zajló folyamatok, így Görögország és Portugália válsága és az ugyancsak eurozónatag Szlovénia gazdaságának lassulása, valamint a beinduló közmunkaprogramok és az otthonvédelmi akcióterv együttesen szükségessé teszik a stabilitási tartalék végleges zárolását, amelyet a kormány a költségvetési törvény módosításával hajt végre. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Ház! A kormány a szigorú, költséghatékony állami gazdálkodás érvényesítése érdekében a GDP 1%-át megközelítő, mintegy 250 milliárd forint nagyságú stabilizációs tartalék felállítására döntött februári kormányhatározatában. A kormányhatározat a költségvetési fejezetek előirányzatainál zárolásokat, egyes költségvetési szervek tekintetében befizetési kötelezettséget, az állami pénzalapoknál egyenlegjavítást rendelt el. A stabilitási tartalék legnagyobb tételét a kabinet irányítása alá tartozó szervezeteknél, így a minisztériumoknál, mint fejezeteknél, bejelentett összesen mintegy 187 milliárd forintos zárolást tette ki. A külső gazdasági folyamatok, az eurozónát sújtó válság, valamint a likviditási bőség korszakát követő likviditási hiány időszaka szükségessé teszik, hogy a költségvetést felkészítsük minden lehetséges kockázatra. A megképzett stabilitási tartalék azon az elven alapult, hogy a kiadási előirányzatok nem szűntek meg, csak a kormány rendelkezése nyomán zárolásra kerültek. A külső gazdasági környezet alapján azonban szükségessé vált, hogy a kiadási előirányzatokon zárolt összegek végleges csökkentésére sor kerüljön. A benyújtott törvénymódosítás a bevételi és kiadási oldalt azonos összegben érinti, ennek alapján az államháztartás egyenlegét nem befolyásolja. Tisztelt Ház, tisztelt képviselők! A gazdaságban meglévő kockázatok miatt javasolja a kormány a költségvetési törvénymódosítását. Kérem, hogy a 2011. évi költségvetési törvénymódosítását tartalmazó törvényjavaslatot elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a számvevőszéki és költségvetési bizottsági álláspont és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. 5 percben Dancsó József először bizottsági előadója. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A költségvetési bizottság mai ülésén megtárgyalta 2011. évről szóló költségvetési törvény módosításáról szóló javaslatot, és 18-6 arányban támogatástra javasolta, általános vitára javasolta, értékelve azt, hogy a kormány előrelátását, illetve azt, hogy időben igyekszik felkészülni minden olyan eseményre, amely a költségvetés tendenciáit negatívan értékelni. Ennek alapján kéri a tisztelt házat is, hogy a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. Lenhárt Balázs képviselő úr, kisebbségi vélemény ismertetése. A bizottságban megfogalmazódott ellenzéki vélemények egyetértettek abban, hogy nem tartjuk vitára alkalmasnak ezt a törvényt ilyen állapotban, hogy benyújtásra került. Ugye rögtön, ahogy kézbe vesszük, feltűnő, hogy hiányzik belőle az áttekinthetőség, átláthatóság, vagy az összehasonlíthatóság követelménye. Sajnos nem veszik komolyan még a saját jogalkotási törvényükbe írt elveket se, ahogy hiányzik a hatásvizsgálat is a törvény mögül, ami megértjük, hogy bizonyos esetekben túl szigorú követelmény, de akkor esetleg a törvényalkotó fejjel is lehetne ezt végig gondolni, hogy valóban szükséges-e előírni. Mintegy 187 milliárdos
megszorítást tartalmaz, elvonást ez a törvényjavaslat, és ugye ez a legfőbb gondunk, hogy nem lehet összehasonlítani a korábbi állapotot a jelenlegivel, mert nincs ott egy olyan összehasonlító táblázat, hogy pontosan látszódjon, hogy a korábbi főösszeg az mennyiről, mire változik meg. Ezért, akinek volt önszorgalomból ideje, energiája, az saját kutatásokra volt kénytelen alapozni. Nyikos László képviselőtársam például utána nézett, hogy a belügyminisztériumtól 35 milliárdot vonnak-e, 20 milliárdot a rendőrségtől. Az is ugye jó kérdés, hogy mi lesz azokkal a területekkel, ami nem a kormány hatáskörébe tartozik, de ahol szintén zároltak komoly költségvetési forrásokat, hogy ők mennyire alapozhatnak erre, az idei költségvetésükből pedig nagyon fontos tételekre, és hogy fognak tudni ebből kijönni. Ugye kérdés az is, hogy miért kellett most sürgősséggel tárgyalni. Februárban volt az eredeti zárólás, ott ígéretet is kaptunk, amit most megerősített a bizottsági ülésen az illetékes helyettes államtitkár úr, hogy az erről készült konkrét kimutatásokat, hogy mely területek lesznek zárolva, és milyen intézkedések várhatóak, azokat meg fogjuk kapni. Hát látható, hogy 2-3 hetente történik most már a költségvetésnek is a módosítása. A legutóbbi ugye a MOL részvények megvásárlása miatt, hát ez kicsit aggályos, és ez a másik szempont is, ami miatt semmiképp nem indokolt, hogy most egy ilyen törvényt és ilyen rohammunkával tárgyaljunk meg, és verjenek keresztül itt az egész parlamenten keresztül. Köszönöm szépen! 7 perces szót kért Gúr Nándor képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából államtitkár úrnak a bevezető gondolatai ihlettek szólása, mert ha jól idézem vissza, akkor az első mondata az államadóság csökkentésének a jegyében fogalmazódott meg. Hát szeretném jelezni, hogy a törvény, a költségvetési törvénynek a módosítása az gyakorlatilag ilyen pótköltségvetés színezetű aképpen fogható fel, ami a én ismereteim szerint az elmúlt évtizedekben nem volt jellemző a magyar költségvetés keretei között. Az államadósság csökkentésére való hivatkozás az meg elég furcsának tűnik a számomra, hiszen az olybá tűnik az elmúlt napok eseményei alapján, hogy a magányugdíj pénztári megtakarításokból elkobzott pénzek egy részének a felhasználásával történik. Ilyeténképpen nem igazán itt a költségvetési számok igazgatása az, ami mértékadó, hanem ennek nagyjából a majdnem 8-10-szerese az, ami egyébként a magányugdíj pénztári megtakarításokból származik. Ez a történet, ami itt van előttünk, ez igazából nem más, mint a hiány növelése, tehát ekképpen fogható meg, és felveti az emberben a kérdést, hogy és akkor hogyan tovább? Ősszel majd jön az újabb ilyen típusú zárolás? Ősszel majd kitalálnak újra 150 milliárdot, 250 milliárdot, és mit még, ami gyakorlatilag elvesz, és lekiváltképp azokat az embereket sújtja, akik egyébként a legrászorultabbak, tehát akiknek nem sújtásra, hanem segítő kéznyújtásra lenne szükségük. Tehát az alapvető aggályom ebből származtatódik, és még egyszer mondom, az államadóság csökkentésére való hivatkozást pedig nehezen tudom itt elfogadni, hiszen az elmúlt napok történése megmutatta, hogy hogyan is viszonyul a kormány a tekintetben. Köszönöm szépen a szót, elnök. Az előre bejelentett felszólói listán Dancsó József képviselő elsőként. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nem akartam két percben reagálni Gúr Nándor képviselő szavaira, mert hát elképesztő hát furcsaságokat mondott, maradjunk ennyiben, de majd a hozzászólásomba szeretnék rá kitérni. Már a bizottsági vitában is valamennyi képviselőtársammal abban meg tudtunk egyezni, hogy legfontosabb kérdés ma Magyarországon, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy sikerül-e azt a 3% alatti hiánycélt tartani, amelyet a 2011. évi költségvetésben a Magyarországgyűlés elfogadott. Ezt pártállástól nélkül valamennyi képviselő fontosnak és elsőrendű célnak tekintette. Magam is úgy gondolom, hogy
ennek a fontosságát nem szabad lebecsülnünk, hiszen ez biztosítja azt, hogy a magyar kormány a szavahihető a nemzetközi pénzpiacok felé, a nemzetközi intézményhálózat felé. Tehát ezt a hiánycélt nem is azt mondom tűzön vízen keresztül, de feltétel nélkül és mindenáron érdemes és célszerű betartani annak érdekében, hogy az ország finanszírozhatósága megmaradjon, fönnmaradjon. Úgy gondolom, hogy ez Magyarország valamennyi polgárának az érdeke. Föl lehet vetni azt, hogy miért kellett februárban zárolást bizonyos költségvetési tételeknek. Ellenzéki képviselőtársaim ezt föl is vetették, és gyakorlatilag nincs is ebben semmi kifogásolni való, hiszen hogyha csak így ránéz az ember a történésekre, akkor valóban furcsálhatja, hogy gyakorlatilag egy 6 hét után zárolni kellett bizonyos tételeket. Viszont azt is tudni kell minden képviselőtársunknak, hogy maga a költségvetés tervezése és elfogadása, az körülbelül egy olyan őszi számokon alapult, és elég gyorsan változtak abban az időszakban is a nemzetközi gazdasági viszonyok, a pénzpiacoknak a helyzete, ezért célszerűnek tűnt akkor egy gyors intézkedés csomaggal azt az üzenetet közvetíteni a piacok felé, hogy a kormány elkötelezett annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt tartani kívánja. Ez gyakorlatilag áprilisban a konvergencia program benyújtásakor szintén deklarálásra került, és most értünk el a folyamatban odáig, hogy júniusban pedig tárgyalja az országgyűlés azt, hogy egy végleges törlése történik meg ezeknek az előirányzatoknak. Miért következett be ezen folyamat? Egyrészt ugye a társasági nyereségadó feltöltése az december 20-ával esedékes. Gyakorlatilag ez a költségvetési törvény elfogadásával esik egybe, vagy esett egybe. Tehát nyilván nem látszottak még azok a folyamatok, hogy vajon mi történik a társasági nyereségadó befizetésével. Ez akkor december 20-a után nyilvánvalóvá vált, hogy nem következik be az, amit nagy valószínűséggel nem következik be, amelyet terveztünk. Ennél fogva ezen tényezőt figyelembe kellett venni. Emellett volt még egy tényező, ez pedig az áfa bevételek csökkenése. Ez pedig világosan látszik, hogy abból fakad, hogy a fogyasztás kevésbé indult be, pörgött föl. Tehát e tekintetben áfa bevétel elmaradás következett be. Nyilván az is világos, hogy nem egy véletlenszerű történés ez, hogy most februárban zárulást hajtott végre a kormány, mert egyetlen egy kormány sem jó kedvéből teszi ezt. Nagyon nem illik és nagyon nem állja meg a helyét az a mondat, hogy összeomlott a költségvetés, meg megbukott a kormány, hiszen nem erről van szó. Nyilvánvalóan egyik kormány sem vallaná be szívesen, hogy ezt így elszámolta. Egyszerűen a gazdasági folyamatok alakultak úgy tavaly év végén, hogy minél gyorsabban meg kellett hozni azt a korrekciót, amely megnyugtatta a gazdaság szereplőit, a nemzetközi pénzpiac szereplőit. És itt kapcsolódnék Gúr képviselő úr által felvetettekhez. Egyrészt szó sincs pótköltségvetésről, hiszen nyilvánvaló feltételem, hogy a képviselő is tudja, hogy az államháztartási törvény alapján mi a feltétel annak, hogy pótköltségvetést kelljen benyújtani. Ezt még az önök idejében olyan előrelátó módon, hogy így mondjam, igen, tághatárok között állapították meg, hiszen a kiadási változást, hogyha elér az 5%-ot, akkor kell pótköltségvetést behozni, itt pedig szó sincs erről. És azt hiszem, hogy inkább azt kell értékelnünk a kormány akkori döntésében, hogy kellő mértékben igyekezett fölzárkózni ahhoz az elváráshoz, amely az ország stabilitását, gazdasági stabilitását kellett, hogy jelentse. Mert ugye azért azt is látni kell, hogy nem volt ez mindig így, hiszen mondjuk 2005-ös, 2006-os időszakban, amikor látszódott, hogy nem úgy alakulnak az államháztartás folyamatai, ahogy eltervezték, és akkor finoman fejeztem ki magam, akkor nem
azt lépték, hogy olyan döntések szülessenek, amely az államadósság növekedését, a költségvetési hiányt valamilyen úton módon jelentősen kordába tartsák, hanem a nemzetközi pénzpiacokról hiteleket vettek föl, hiszen a pénz olcsó volt, bőségesen rendelkezésre állt, és ez volt a könnyebb lépés, mint strukturális változásokat megvalósítani. Erre volt némi elszánás úgy 2009-ben, viszont 2010-ben ez már nem volt megfigyelhető, és többek között ez is okozta azt, hogy a 2010-es költségvetés, amennyiben nem avatkozik be az új kormány, második kormány a költségvetési folyamatokban bizony elszállt volna, és valóban az a 7%-os költségvetési hiány következett volna be. No, ezt megakadályozandó időben már februárban lépett ebben az évben a kormány, és végrehajtotta azokat az árulásokat, amely gyakorlatilag most abban manifesztálódik, hogy végleges költségvetési elvonások történnek. Nyilvánvaló senki nem mondja azt, hogy ezáltal könnyebbé válik bármely költségvetési fejezetnek a helyzete, de ahhoz, hogy bennünket kevésbé érintsen, vagy ne érintsen meg a görög válság, a portugál, vagy más országnak a válsága, ahhoz mindenképpen azt kell bizonyítanunk, hogy Magyarország finanszírozható, Magyarország képes a nemzetközi piacokról is finanszírozni magát, és adott esetben elszánt arra, hogyha bármilyen jelenleg nem várt, vagy csak pislákoló nemzetközi folyamat arra ad utalást, arra mutat, hogy további romlás állhat be, márpedig vannak ilyen forgatókönyvek is jelenleg, akkor kész mindent megtenni annak érdekében, hogy az ország finanszírozhatósága, az ország működőképessége biztosítva legyen. Tehát ez egy nagyon fontos jelzés, amelyet most meglép a kormány, amelyet megtesz a kormány. Az elkötelezettségét mutatja annak, hogy gyorsan és előrelátóan kész cselekedni, adott esetben még egy keveset biztonsági tartalékban is elhelyezni, annak érdekében, hogy a gazdasági összeomlástól, adott esetben a csődtől megmenekítse az országot. Vannak sajnos nemzetközi példák, látjuk, önök is tudják, hogy mivé fajulhatnak azok a országok, azokban az országokban a gazdasági politika események, ahol erre képtelenek vagy későn reagálnak. Magyarországnak ezt mindenképpen el kell kerülni, és biztosítani kell azt, hogy az eredeti költségvetésben meghatározott hiánycél tartható legyen. Még egyszer mondom, ez bizony súlyos összegek elvonását jelenti költségvetési fejezetektől, de ez az ára annak, hogy a hiánycél és a gazdasági stabilitás fennmaradjon. Ezért is szeretném kérni képviselőtársaimat arra, hogy a szavazások során támogassák a kormánynak benyújtott költségvetési törvény javaslatát, annak érdekében, hogy a fenti célok teljesülhessenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Gurnándor képviselő, 2 perces. Köszönöm szépen, Dancsó képviselőtársam. Azt mondja, hogy elképesztő furcsaságokat mondok. Hát bizony, tényleg így van, elképesztő furcsaságokat mondok, mert elképesztő furcsaságokat csinálnak. Tehát ugye talán ön előtt sem titok az, hogy a hiány az adósság tartalom csökkentése, ugye, mint az előbb fogalmaztam, az nem gazdaságpolitikai növekedésből, eredményből származtatódik az elmúlt esztendő vonatkozásában, hanem elkobzott magánnyugdíj biztosítási, magánnyugdíj pénztári megtakarításokból. A baj ott van, hogy ráadásul még nem is annak az egészéből, mert egy részét folyókiadások tekintetében használja fel a kormány, hanem annak egy bő egyharmadából, ha jól emlékszem, ilyen 1340 milliárd forintos nagyságrendből. Miközben azért én Matolcsi úrnak a szájából, államtitkárai szájából sokszor hallottam a 7% pontos tervezett hiány mértékét, majd utána változott némi, talán külső-belső behatás együttesen 3%-ra ez a hiánycél. Most a hiány alakulása tekintetében azért
azon is el kellene gondolkodni, hogy hozzájárult ehhez a történethez, mondjuk a kormányváltást követő hiány növekedéséhez például az, hogy államcsőd vizionálása történt, és sok minden egyéb más. Ugye korrekt válaszokat lehet erre adni, de nem ebbe akarok elmélyedni, hanem egy gondolattal a tekintetben, ami az ÁFA-val kapcsolatosan megfogalmazódik. Az, hogy több 10 milliárd forintos nagyságrend esik ki, annak talán van két alapvető oka. Az egyik az, hogy van egy egykulcsos 16%-os személyi jövedelmi rendszer, és nem hozza azt a fogyasztási többletet, mint amiről többen beszéltek itt a parlament falai között annak idején. Nem hozza, törvényszerűen nem is hozhatja, hiszen egy gyomorral nem lehet dupla fogyasztást elvégezni. A másik része pedig, hogy a foglalkoztatást érintően az oly sokszor általunk hangoztatott élő munkára rakódó járulékterhek további csökkentését nem tették meg. Ha nincs foglalkoztatás bővülés, ha nincs fogyasztási többlet, akkor nyilván az áfa vonatkozása. Az történik, ami történt. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézését kérem. Dancsú József, 2 perces. Szót, elnök úr, tisztelt Gór képviselő úr. Történt a magyar gazdaságban egy hihetetlen gyors alkalmazkodás. Elsősorban a lakosság részéről. Nagyon hosszú ideig ostoroztuk itt a parlamentben is azt, illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy a magyar lakosság egy átlagos gazdasági működéshez képest túlfogyaszt, olyan értelemben, hogy magasabb hitellel dolgozik, mint amennyi a megtakarításai. Ugye egy normális gazdaságban a lakossági megtakarítások fedezik a vállalati és adott esetben az állami túlköltekezést. Magyarországon nem így volt, a lakosság is nettó hitelfelvedő pozícióba került, azaz a külföld finanszírozta teljes mértékben a magyar túlköltekezést. Na most gyakorlatilag az következett be, hogy a válság következtében a magyar lakosság hihetetlen mértékben elkezdett alkalmazkodni, és igyekszik minden félre tehető jövedelmét megtakarításba elhelyezni. Ezt lehet ostorozni, lehet ezzel nem egyetérteni, de ez a helyzet. Azok esetében is, akik magasabb jövedelműek, de azok esetében is, akik alacsonyabb jövedelműek, minden áron igyekeznek megtakarítani, mert a válság megmutatta számukra azt, hogy amennyibe változnak a törlesztő részletek, a munkahelyet elvesztik, bármi egyéb, olyan élethelyzet állhat elő, amelyre nincsenek fölkészülve, akkor családi tragédiák következhetnek be. Na most ebből kifolyólag a fogyasztás gyakorlatilag nem abban az ütemben nőtt, amely az áfa bevételek vonatkozásában be volt kalkulálva. Ez történt. Erre reagálni kell. Most ezt lehet negatívan megítélni, de ez ténykérdés. Hogyha nem reagál a kormány, én úgy gondolom, akkor követ el nagy hibát. Reagált, és azt hiszem, hogy a hiánycél tartása véget, ez a helyes út. Seyring Gábor képviselő, 2 perces. Köszönöm szépen a szót. Én tisztelem Dancsó képviselő úrnak a próbálkozását, hogy próbálja menteni a menthetetlent. Én nem gondolom, hogy nem lenne érdemes arról beszélni, hogy a kormánynak az adópolitikája megbukott. És hát ön is világosan beismeri, hogy a fogyasztás mértéke az nem bővült olyan ütemben, mint ahogy a kormány gondolta. Az önök érvelésének az egyik központi eleme az az volt, hogy majd az egykulcsos adó révén az otthagyott 300 vagy 500 milliárd forint az majd serkenti a fogyasztást, felpörgeti a gazdaságot, és ezen keresztül majd a költségvetés is jobb helyzetbe jut. Már számtalan alkalommal elmondtuk, hogy ezt több helyütt próbálták már a világban, költségvetési katasztrófához vezetett. Örülök, hogy most már önök is belátták, hogy erre az adópolitikára fenntartható költségvetés nem lehet építeni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy megpróbálják menteni a menthetetlent, arról kellene végre beszélni, amiről most egyre többen beszélnek az országban, hogy ez az egykulcsos adóra épített gazdaságpolitika, ez fenntartatatlan. Ez semmi más nem eredményez, csak azt, hogy a luxus fogyasztást generálja, semmi más nem eredményez, csak azt, hogy az import fogyasztást serkenti, ugyanakkor a belföldön elkölthető jövedelmek összértékét azt érzékelhetően nem növelte, mint ahogy ez a fogyasztásban is megmutatkozik, és ezért maradtak el az áfa bevételek a vártól. Egyébként pedig a társasági adóbevételek is elmaradtak a vártól, ami szintén a kormánynak, az adópolitikának egy másik részére mutat rá, annak a hiányosságaira. A dübörgő gazdaság azt eredményezi, hogy 80 milliárddal kevesebb
a társasági adóbevétel a vártnál. Én azt gondolom, hogy le kellene vonni a következtetéseket, és ezt az adó- és gazdaságpolitikát kellene radikálisan felülvizsgálni, nem pedig foltozni a foltozhatatlant. Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úr, 2 perces. Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőséget. Ott szeretném folytatni, a Dancsó képviselőtársam abba hagyta. Egy költségvetés módosítás akár egy családban, akár egy önkormányzatnál a reál folyamatokhoz való igazodást jelenti, hisz előfordulhat az, hogy a reál folyamatok nem úgy működnek, ahogy tervezi a tervező, és több mint valószínű még az elmúlt évről is olyan kiadások keletkeztek 2011-re, amely természetes többek közt a közmunkák 12. havi munkabére. Miért tisztelt hölgyeim és uraim? Itt lehet adópolitikáról beszélni, de úgy gondolom, hogy egy országban a reál folyamatok nem úgy alakulnak, lehet ösztönözni. Lehet ösztönözni többek közt azzal is, hogy a hiánycélt megemeli. Ez az ország az elmúlt 8 évben a hiánycél emelkedését eljátszotta, ezt a lehetőségét. Németország is megtette, hogy megnövelte a hiánycélját, csak ennek iszonyú ára van. Szeretném önöket emlékeztetni arra, míg mielőtt a polgári kormányt és az Orbán kormányt kezdenék el színű, hogy a hiány és az adósság 81%-ra emelkedett. Ezt kell visszaszorítani. Miért tisztelt hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, hogy a hiánycél csökkentése az annyit jelent, hogy kivonunk a gazdaságból pénzt, és ugyanakkor szeretném arra is emlékeztetni önöket, hogy az állami költségvetés fölvett 2008-ban jelentős hiteleket, amelyeket 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban törleszteni kell. Ezek szintén a lehetőséget csökkentik. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a reál folyamatok azok mindig később érjesztetik a gazdaságban hatásukat, ehhez türelem kell. És a világgazdaságban sem a pénzügyi, sem a gazdasági reál folyamatok elhúzódó hatására kell majd számolni, nem egy csapásra indul be akár a gazdaság növekedése, és a magyar gazdaság azért azt jó tudni, hogy erőteljesen kitett az európai folyamatoknak, mégpedig német gazdasághoz kell igazodnia. Hölgyek, urak, ez a helyzet és reális dolog az, ha a kormány igazodik a feltételekhez és a változó körülményekhez. Köszönöm, elnök úr, meg tisztelt Vágó külön. Gábor képviselő, 2 perces. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Egyrészt visszás az, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr és több miniszter is azt fejtegeti, hogy milyen jól megy itt a magyar gazdaság, és hogy hogy beindult a gazdaság, miközben hadd emlékeztessem önöket arra, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr mondott februárban a 250 milliárd zárulás kapcsán. Nyilván bonyolultan fogalmaztam az idénnyitó beszédben, ezért megismétlem annak egyik mondatát. A 250 milliárd forintnyi stabilitási alapot a jelenlegi költségvetés keretein belül jelöljük ki, tehát nem újabb bevételekről gondolkodunk. Az a költségvetés, ami előttünk áll, átszerkesztésre szorul annak érdekében, hogy a 250 milliárd forintot egy stabilitási alapba tegyük. Ha a dolgok jól alakulnak, ez a stabilitási alap nem kell, hogy felhasználásra kerüljön. Itt fejezném be. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a dolgok nem alakulnak jól. És mi az oka, hogy nem alakulnak jól a dolgok? Na, ebben van itt különbség itt az LMP és a Fidesz között, mert mi úgy érezzük, hogy belső hatások miatt nem tartható ez a költségvetés. Egyszerűen azért, mert mivel a költségvetés vitájában elmondtuk, hogy azok a számok, amiket az NGM letett, illuzórikus számok. Ugyanúgy a költségvetési tanács, amit önök beszántottak, a Független Elemző Központ is elmondta azt, hogy azok a fogyasztási adóbevételek, amiket önök terveztek, nem tarthatóak. Az a foglalkoztatás bővülés, amit önök terveztek, nem tarthatóak. És lámlám, a valóság visszaigazolta a Független Elemzési Központot, nem véletlenül szántották be önök. Úgy tűnik, hogy önök nem hallgatnak a számokra. Látni kell azt, hogy az a makropálya, amit önök elterveztek, az egy fenntarthatatlan makropálya. Önök egy olyan gazdasági modellt képzelnek el, ami már több soron megbukott a világgazdaságban. Ez a modell nem tartható, kérem, váltsanak modellt, mert ez így nem folytatható. Köszönöm a szót. Én köszönöm a valamelyik napi segítségét képviselő úrnak, hogyha még megvan. Innen köszönöm a segítséget. Dancsó József képviselő, 2 perces. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársam, hogyha a Vágó képviselő lett volna ma például a bizottsági ülésen, akkor
hallhatta volna helyettes államtitkár úr által felolvasott mondatokat, ami arról szólt, hogy a költségvetési tanács, amit ön említ, az állami számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank arról írt, hogy a 2011-es költségvetés jól megtervezett, sőt, valószínűleg a hiány még kisebb mértékben fog teljesülni, mint ahogy a kormány tervezte. De Vágó képviselő úr nem volt bizottságülésen, ezért ezt nem hallhatta, ezért mond ilyen megalapozatlan véleményeket. Javaslom, hogy többet járjon képviselő bizottságülésre, és akkor kevésbé fog megalapozatlan véleményeket elmondani. Ami pedig Seirin képviselő úrnak a hozzászólását érinti. Nem is értem, képviselő úr. Arról beszél, hogy luxus termékeket vásárolnak a magyarok, és megnövekedett az import Magyarországon. Akkor mivel magyarázza az, képviselő úr, hogy ilyen mértékű külkereskedelmi többlete évek óta nem volt Magyarországnak, vagy talán évtizedek óta megnövekedett importból következőleg? Tavaly 4 milliárd eurós volt a külkereskedelmi többletünk. Hol van itt a luxus termékek, meg az import hányadának a drasztikus növekedése?